türelmünket és a tűrőképességünket itt Manilában nagyon jól próbára lehet tenni. Jelenleg egy úgynevezett jeepneyben utazunk, ami olyan, mint körülbelül a 7-es busz, csak nem úgy néz ki, és sokkal zsúfoltabb, és kisebb. Ha Feri megfordítod a kamerát, akkor láthatod, hogy egy ilyen nagyon kis mini buszkában ülünk. Én egyébként úgy szálltam be ebbe a jeepneybe, hogy rajtam volt a videós tudt, és így dugolva így próbáltam így bekúszni, miközben már 20-an bent ültek, szóval elég húzós volt. És amikor azt hiszed, hogy már nem ülnek le többen, akkor jönnek öten. Amikor már nem tudok. Így van. Itt mögöttem látszik ez az épület, amivel föl fogunk menni filmezni. Edith Miriam nővér különleges kapcsolatainak köszönhető. Sajnos kicsit esik az eső már. Nagyon eszméletlenül változik olyan az idő, tehát otthon éjszaka esett, aztán kisütött, elindultunk, megint beborult, megint esett, megint jó idő lett, és most megint esik, szóval miért elkezdeni örülni, hogy jaj, de jó, kezd jó idő lenni, 10 perc után már újra beborul. Mi taxit vadászik. Na, az van, hogy felmentünk az épületre, és most menni akarunk taxira valahova, és ez úgy működik, hogy harcolni kell a taxikért. Tehát bemész az útra, és harcol. Wait. Ilyenkor van az, amikor nem értjük, mi történik. Mi van? Nem tudom. Nem tudom. Megkérdeztük a taxisofőrt, hogy mennyi ideig tart, míg eljutunk A-ból B-be. És ezt a választ kaptuk, hát olyan 10-20-30-40-50-60-70-80 perc körül lehet. Na jó, pontosan azt mondta, hogy 15-20-30 perc.